Most pedig következik Patkós Maja, aki 3 éve hárfázik, 8 éves, és az országos hárfaverseny első helyezettje lett az első korcsoportban. És ugyancsak fontos megemlíteni, hogy 2 hét múlva fog játszani a belgrádi nemzetközi hárfaversenyen is, úgyhogy ezúton is sok sikert kívánunk. Amit ma játszik, Gyüsszek Szanatina és André Lezsimblett Habostorta.